Sok szeretettel köszöntjük a Hatos csatorna televízió nézőit, és nagyon sok szeretettel köszöntöm dr. Szilvási József rektort, Szigeti Jenő tanárurat, állandó szakértőnket. Egy nagyon fájdalmas esemény az, amelyik most összehozott bennünket, hiszen néhány hónappal ezelőtt tragikus körülmények között elhunyt kedves feleséged. Nagyon sokan gyászoljuk, de ezzel kapcsolatosan elkezdtél egy kicsit kutakodni, hogy mit is jelent az a gyász, hiszen most te tollforgató ember lévén most a dolgokat nem kívülről, mert mi kívülről látjuk, hanem te belülről éled meg. Mit jelent számodra a gyász? Hát amikor ez a szörnyű történet történt, gyakorlatilag egy közlekedési balesetben vesztette a feleségem életét, akkor az első alap dolog, ami megfogalmazódott bennem, hogy én ezt szeretném értelmesen és egészségesen végigélni. Hiszen egy ilyen 40 évi házasság után egy ilyen esemény az jelentett teljes összeomlást az ember életében, jelentett részleges lelki, emocionális rokkantságot. Egy fásultságot. Fásultságot, és hát ki lehet belőle úgy is jönni, hogy az ember még alkalmas legyen arra, hogy egy ilyen esemény után is teljes életet érje. És ezért az volt az első lépés, hogy különböző könyveket elolvasgattam, már inkább gyászolóknak szóló könyveket, tehát nem a szakembereknek, hogy lássam azt, hogy milyen lelki folyamatokkal fogok szembesülni, és hogy azokat hogyan kell végigélnem. Aztán hát természetesen végigélem ezeket az eseményeket, tehát ahogy említetted, belső tapasztalatként is megélem ezt. Ezen túlmenően látom a környezetemben, a gyerekeimnél, rokonság körében, feleségem testvéreinek a körében, hogy ők hogy élik meg ezeket az eseményeket. És hát úgy döntöttem, hogy éppen azért, hogy tényleg egy egészséges módon tudja kijönni belőle, igénybe veszek egy gyászterapeutát, akihez heti rendszerességgel eljárok, és akivel átbeszélgetem ezeket a kérdéseket. Na most mindezek így együtt késztettek arra, és látva bizonyos anomáliákat, meg megélve sok-sok anomáliát, hogy mint egy olyan ember, aki ezt belülről átéli, leírok bizonyos dolgokat. Két okból. Egyrészt leírok bizonyos dolgokat azért, mert ez könnyíti az én gyászomat, kiírom magamból valamilyen módon ezt a dolgot. Másrészt leírok dolgokat, mert az a benyomásom támadt a sok-sok beszélgetés, e-mailek, Facebook bejegyzések százai után, hogy nagyon sok olyan jóindulatú, szerető, szeretetre méltó ember van, akinek fogalma sincs arról, hogy egy gyászoló ember mit él át, hogy egyáltalán mi az, hogy gyász, mi az, ami segít, és mi az, ami adott esetben egyenesen árt egy gyászolónak. Hagy kezdjem mindjárt egy példával, ami talán számomra a legelső és a legmegrázóbb példa volt. Amikor már a 200. olyan üzenetet kaptam, hogy a feltámadás áldott reménységében vigasztalunk, és hát bízzál, mert majd az Isten országában együtt lesztek a feleségetekkel és feleségeddel, és ott nem lesz elválás. Akkor épp egy olyan ismerősöm írta a 200-at, akihez elég őszinte tudtam lenni arra, hogy visszaírjam egy rövid e-mailben, hogy nagyon kedves vagy és nagyon hálás vagyok ezekért a szavakért, de szeretném, ha tudnád, hogy nekem a feleségem most hiányzik. Nem az örökké valóságban, és nem az tudtad a, és számomra is. Nem az a kérdés, hogy ebben a helyzetben, hogy hiszem a holtak feltámadását és az örök életet, mert hiszem, hanem számomra az a kérdés, hogy összeomlott az az érzelmi háttér, amiben éltem egy pillanat alatt egyik óráról a másikra, és hogyan kezeljem azt a helyzetet, hogy
hogy egy kriptává vált az az épület, ami eddig az otthonom volt, és én ott élek egy kriptában, és nem egy otthonban. És odafordulnék valakihez, aki már többé nincs, aki többé nem tudok megszólítani. Tehát egy egészen más gondom volt nekem, mint az, hogy mi lesz velem az Isten országában, vagy mi lesz, hogyan oldódnak meg a kérdéseim az Isten országában. És ebben a helyzetben egy kicsit úgy éreztem, hogy azok, akik így reagálnak, azok igazán nincsenek is tisztában azzal, hogy mi az, amit történt tulajdonképpen velem, és a gyászoló oldaláról hogyan éri meg az ember ezeket a dolgokat. Igen. Nagyon fontos szempont, amit mondtál, mert ez azt hiszem nem csak a gyász területén, mindenütt van. Tehát vannak frázisok. A frázis az igaz, csak olyan általánosság, amivel nem lehet mit kezdeni. Találkozol Isten ország, azt te is hiszed, ő is hiszi, mindjárt hisszük, nem? Csak ez nem oldja meg azt a kérdést, amiben éppen van az ember. És én azt hiszem, hogy ennek a munkának, amit ennek kapcsán végzel, azért kell közkincsé tenni, mert ez nagyon sok esetben előfordul, nem csak gyászszal, egyszerűbb dolgokkal is az életben, hogy mondunk neki, hogy néz az Úrra, majd ő megoldja, stb. Ezt mindenki tudja, csak konkrét segítség kell. Ezek üresen kongó szavak, amelyek lehet, hogy jó indulattól át vannak itatva, de semmit nem jelentenek adott helyzetben. Éppen olyan, mint hogyha azt mondom, hogy nyáron általában szokott esni az első, ettől még nem tudod, hogy kell esni, jó napot kívánok. Nem, ezek frázisok. Na mostan éppen ezért az egész kereszténységnek ma az a baja, és egy egész ilyen messze kivetül ez az egész dolog, hogy lényegében az üzenetét frázisokba akarja elmondani, és nem pedig konkrét emberi dolgokba, és nem az emberi kapcsolatokat építi ezzel, hanem valamilyen elvont közösségi ábrándban van, pedig a közösség csak két ember között jöhet létre, és aztán az egy harmadik, negyedik ember, ötödik ember bevon, és létrejön egy kis közösség, csak ebbe tud élni az ember, de azt mondom, hogy egész világot szeretem, akkor nem szeretek senki. Nem? Így van, így van. Így van, és itt alapvetően az, ami a gyásznál egy döntő dolog, hogy a gyász egy veszteség, tehát a veszteségnek egy formája. Mégpedig a legtragikusabb formája, amikor nem egy tárgyi veszteség, egy anyagi veszteség éri el az embert. Nem egy pótolható. Hanem olyan valakit veszít el, aki az ő személyiségének a része. Az egyik ilyen írásban idéztem Szent Ágostonnak a szavait, aki egy közeli barátját veszítette el, és magát egy ketté hasadó fához hasonlította, amiben a fa egyik része eldőlt, és a fának csak az egyik fele maradt ott. És azt mondja, hogy olyan, mintha az én egyik felem halt volna meg, és akkor most mit tegyek? Halljak meg én is, hogy egyesüljünk a halálban, de ettől rettegek, mert akkor nem csak én fogok meghalni, a barátom is örökre elvész, vagy maradjak életben, de hát ha életben maradok, akkor csak egy fél ember vagy maradt életben, mert a másik felem oda veszett. Tehát ezt a helyzetet kell a gyász során az embernek feloldani és feldolgozni. Na most éppen ezért, mivel a kapcsolatok mindig személyesek, tehát más egy szülő-gyermek kapcsolat, akkor, hogyha egy felnőtt gyermekről van szó, aki egy önálló családi közösségben él, más a szülő-gyermek kapcsolat akkor, ha a gyermek otthon élt a szülővel, kiskorú, és úgy vesztette el a szüleit. Más egy olyan kapcsolat, ahogy mint az én esetem volt, hogy 40 évig egy ágyba aludtunk, és reggel egy közös ágyból keltünk fel, és más aznap este már csak egyedül feküdtem le. Tehát egészen másak ezek a kapcsolatok. Most ebből adódóan, mivel a gyásznak az a célja, hogy ezeket a veszteségeket az ember feldolgozza, helyére kerüljenek a dolgok, egy új viszony alakul ki
az elhunyt és a gyászoló között, és azért annak érdekében, hogy, hogy élni tudjunk, tehát tovább tudjunk menni, mert ugye az, ami, és visszatérek itt a feltámadás reménysége, meg a találkozunk, meg egyéb dolgok, ugye itt az a probléma ezekkel, most nem csak az, hogy ezek frázisok, hanem a gyásznak egy nagyon fontos elemét nem tudja az ember az ilyenfajta, hogy nevezzem így, hogy hitegetésekkel rendezni, hogy a halál az egy visszafordíthatatlan veszteség. Tehát onnan kezdődik a gyász, hogy tudatosul bennem, hogy az, ami volt, az mindörökre elveszett. Tehát oda nem lehet többé visszamenni. Mert ha van egy szakítás két ember között, ez a két ember kibékülhet. Lehet, hogy a kapcsolatuk nem ugyanolyan lesz, de mégis újra egymásra találhatnak. De amikor a két ember közül az egyik meghal, akkor az egy végérvényes állapot. Tehát ő a holtak birodalmához tartozik, én az élők birodalmához tartozom. Tehát ez az egyik, amit az embernek azonnal le kell tudni szögezni, megélni, tudomásul venni. A legtöbb esetben ez nyilván akkor szokott abban a pillanatban megtörténni, amikor a koporsót leengedik előtted, és tudod, hogy onnan már nem fogják visszaemelni, és elindulsz hazafele a sírtól, ezért szokták mondani, hogy a sírtól hazavezető út a leghosszabb út az emberi életben, mert ott van valahol az a pont, ahol az ember megéli ezt a törést, hogy ez most már nincs többé. Ilyen nincs értelme azon gondolkodni, hogy mi lett volna, hogy lett volna, hogy kellett volna oda visszamenni, hogy lehetne ezen változtatni. Na most abban a pillanatban, amikor ez tudatosul, akkor elkezd az ember a gyász során készíteni egy érzelmi leltárt. Hogy azokból a közös élményekből, tapasztalatokból, amit megéltünk az évek során, ebben az esetben ugye ez a 40 év alatt, abból mi az, ami a feledés mélyébe süllyed, mi az, ami örökre megmarad, mert a személyiségünknek a részévé lett, én az vagyok, akivé az elmúlt 40 évi kapcsolatunk tett. Tehát vannak dolgok, ami soha semmi nem fog kitörölni az életemből, mert egészen egyszerűen ahhoz egy más embernek kellene lennem, hogy ezeket a dolgokat kitöröljem. Na most a gyász során ezek mind egyen-egyenként helyre kell, hogy kerüljenek, és el kell valahova jutni egy idő után arra pontra, hogy az ember a veszteség fájdalma nélkül tudjon beszélni azokról a közös, vagy tudja megélni azokat a közös tapasztalatokat, hogy hogy volt, amikor szülte az első fiamat, és bementem hozzá, vagy hogy volt közös családi németországi kirándulásunk, vagy az afrikai évek, amit együtt töltöttünk, tehát ezek ott maradnak, de valahol átértékelődnek, és ez egy, és ami nagyon lényeges, hogy nem a tudat szintjén értékelődnek át, hanem érzelmileg értékelődnek át. És ezért egy borzasztó, bonyolult, nehéz folyamat a gyász, és ezért nagyon egyéni. Na most, amikor én azt tapasztalom, mert sajnos minden gyászoló megtapasztalja, hogy beleavatkoznak emberek, és bizonyos sztereotípiákat megpróbálnak rád erőltetni, hogy tessék így gyászolni, és a gyász alatt tessék így viselkedni. Tehát a gyásznak ilyen protokollját akarják számon kérni rajtad? Persze. Na most az az igazság, hogy ez azért méltatlan dolog, mert a gyász az nem arról szól, hogy az ember állandóan szomorú. Éppen az az érdekes, hogy a gyász során
vannak olyan érzések, amelyek rendkívül fontosak, de amelyek a külvilág számára nem szalonképesek. Mondok egyet, ami például egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Egy ilyen példából kiindulva, egy gyász az szükségessé teszi, hogy az ember élete egy új orientációt vegyen. Mert nem lehet oda visszamenni, tehát újra, az olyan, mint a GPS bemondja, hogy újra tervezés. Igen. Tehát van egy újra tervezés. Van egy újra tervezés. Na most, amikor az újra tervezésről beszélsz, akkor akár az az érzés is megfogalmazódhat benned, hogy a gyász most nekem, vagy a halál most nekem ad egy kiváló lehetőséget arra, hogy új irányt vegyen az életem. Na most egy ilyen érzést kimondani... A gyász közeli pillanataiban egy ilyen érzést kimondani, ez nem szalonképes. Viszont ha nincs ez az érzésed, akkor nem fogod tudni újrakezdeni. Tehát ez az érzés, ez alapvető szükséglet, mert ez lesz majd a gyász utolsó szakaszában, amikor talpra állsz, és eljutsz arra a pontra, hogy na is, akkor most a veszteség után merre tovább, akkor ezek az érzések lesznek azok a fogódzók, ahonnan elindulsz az új úton. Tehát ez elemi része a gyásznak, de ugyanakkor nem szalonképes, mert a közvélemény azt mondja, hogy na ennek már azon jár az esze, hogy már még ki se hűlt, és akkor már... Már az új utat nézi. Már az új utat keresi. Megint egy olyan dolog, ami nagyon általános és nagyon-nagyon fontos, amit mondtál, úgyhogy ezért nagyon-nagyon örülök, hogy ezt elmondtad, mert erről tényleg úgy van, hogy nem illik beszélni. Ez egy tabu téma. Még egy lépéssel előtt. Egy gyászoló ember számára. Tabu téma, és erről nem illik beszélni. Mondjuk szószékről ilyenről beszélnék, mondjuk csak úgy ajánlatképpen, nem mint átélő, akkor azt mondanák, hogy bolond vagyok. Viszont ez tényleg az egyik alapvető kérdés, de még egy lépéssel előbb is van egy dolog. Ugye a régiek, most hirtelen végig gondoltam történész fejjel, azért a templom körül ott volt a temető mindig, aztán ezt Mária Terézia idején kitiltották onnan, és ennek volt egy dolga, hogy a halál, amikor mentél a templomba, ott volt a halál, hozzátartozik az élet. Tehát ez, amikor megszülettél, az a biztos, hogy meghalsz. És megtanított a halált könnyebben elfogadni? Könnyebben elfogadták a régi emberek a halált, mint mi. Ez az irodalomból ez az érdekesség. Most viszont jött egy ilyen életkultusz, ami viszonylag jó, mert persze az életet védeni kell, meg mindjárt az élet pártján vagyunk, akik élünk, de viszont ezt az elválás és újratervezést, ez nagyon jó ez az újratervezés, a GPS példa, tehát ezt az újratervezést, ezt valahogyan nem értjük, holott amikor örök hűséget esküdünk, akkor a Biblia értelemben esküdtünk örök hűséget, ez azt jelenti, amíg tart az ő élete, vagy az én életem, addig igen. Holtodiglan, holtomiglan. Holtodiglan, holtodiglan, ez így kellene. És ezért például már a gyerekeknél észrevehető ez, hogy például a gyerekeket a szülők nagy része nem viszi el a temetőbe. Nem ártana, mert el kellene mondani, hogy mi az a halál. Gyerekkortól meg kellene tanítani, mi a halál, az élet része, nem? 100 évvel ezelőtt természetes volt, hogy a nagypapa vagy a nagymama halál, akkor összegyűlt a család, megfogták a kezét, elmondta még az utolsó instrukciókat, erre most vigyázz, arra vigyázz. Most meg bedugják, egy függönnyel elhúzzák, fölemelik a telefont, és azt meg sajnos meghalt, jöjjön be a dolgaiért. Tehát igen, ki van, a halál el van űzve az életünkből, tudjuk. Mert ehhez az újratervezéshez pontosan ez kellene, mert ez az alap, ezt mondtad el. Ez a másik része a dolognak, hogy a halálnak mindig van egy koreográfiája. Ugye ha említettük azt, hogy mi reggel elindultunk mindenki a maga igen útjára, és meg volt tervezve a napunk, és
5-6 másodperc alatt romba döntötte egy közlekedési baleset. Talán a nézőknek annyit mondjunk el, hogy néhány száz méterre a lakóhelyettől egy szűk kis... Csak 30 méter. Akkor 30 méterre a lakóhelyetektől, a családi házatoktól egy kukás autó hátulról... Nem hátulról. Előről elütötte. Elindult, és mire a sofőr nem vette észre, nem nézett előre. Ez most már a rendőrség vizsgált, lezárult, megállapították, hogy nem nézett előre, úgy indult el, a tükörben nézett. Igen. És átment a feleségemen 5 másodperc alatt, és eltaposta. Na, ami a történelemben... Tehát koreográfiája, onnan indultunk, hogy koreográfiája van. Szóval az a helyzet, hogy egy ilyen típusú halálban az a még többszörösen tragikus, hogy alkalmat sincs arra, hogy felkészülj, hogy átbeszéld. Igen. Mert senki nem készült a halálra. Hogy igen, egy halálos betegségnél esetleg van arra időt. Na és akkor te hogy látod, hogy mi legyen akkor, hogyha elmész? Igen. Vagy mit fogol tenni akkor, ha én már nem leszek? Igen. Tehát ilyen típusú beszélgetések elmaradnak. És a gyászolóra marad annak a teljes terhe és felelőssége, hogy a bekövetkezett tragédiát ne csak önmaga számára dolgozza föl, hanem kitalálja a megoldást. Egyrészt kitalálja, hogy mi lehet az a megoldás, ami az elhunyt szám szempontjából is megnyugtató lenne. Mert én és semmit nem tudok arról, hogy a feleségem mit mondott volna nekem, hogy mit tegyek az unokáimmal, ha ő már nem lesz, hogy gondoljak a gyerekeimre, ha ő nem lesz, hogy tervezzem meg a saját életemet, ha ő nem lesz. Ahol készülnek a halálra, ott alkalom van, és együtt tölti a család a haldoklásnak a folyamatát, ott ezeket át lehet beszélni. És van egyfajta kialakult irány. Tehát tehát igaz, hogy a halálra soha nem lehet fölkészülni, mert nem hisszük el, hogy be fog következni. De mégis valamilyen szinten, valamilyen módon azért vannak fogódzó pontok, amikor túl vagy rajta, hogy na merre tovább. De az ilyen típusú haláloknál ez nincs, mert ez az alkalom nem adódott meg. És még egyszer visszatérnék a beszélgetés elejére, erre a bizonyos feltámadás áldott reménységében. Hogy most induljunk ki abból a helyzetből, azért indulunk ki ebből a helyzetből, mert valaki ezt föltette, ezt a kérdést. És ugye a Bibliában is ott van, hogy jó, a szaduceusok ezt gúnyolódásból tették föl, de ott van ez a kérdés. Hogy teszem azt, valaki egy új, mondjuk ilyen esetben egy új házasságban köt. És akkor valaki megkérdezte tőlem, hogy majd az Isten országában melyik lesz az igazi? Az első vagy a második? Na most, ugye amikor azt mondod, hogy majd találkoztok a feltámadás reménységében, és közben te még 25-30 évet itt éltél a Földön, és azt most vagy eldöntöd, hogy magányban éled, hogy ott majd ne kelljen magyarázkodnod. Igen. Vagy pedig azt fogod mondani, hogy egy új kapcsolatba lépsz, mert élni kell, és egyedül, Az élet megy tovább, és nem maradhatsz egyedül. És akkor ennek az egész kérdésnek ugye megint van egy sajnos egy koreográfiája, éppen ez az írásom kapcsán valaki megszólított, vidéken voltam most szombaton, nem mondom, hogy hol, mert nem akarok célozni semmilyen konkrét történetre. És mondta, borzasztó hálás vagyok érte, mert hogy én pontosan ettől szenvedek, az illető megnősült még egyszer, és a család, a gyerekei, a hozzátartozói, lelkipásztorok, hittestvérek,
felrúgják neki, hogy micsoda dolog az, és úgyhogy ott elmondta nekem, hogy ott szenvedett az üres kripta lakásban másfél évig, és azt mondta, hogy ezt nem bírom tovább, nem tudok egyedül élni tovább, mert nem jó az embernek egyedül lenni. Tehát a gyásznak ez is része, hogy valahol az ember ezekre a jövő, tehát ezeket a jövő képeket kialakítja, és valamilyen módon visszatér, és szerintem minden gyászolónak a személyes joga az, és hogy ezt tiszteletbe kell tartani, hogy saját személyiségének, egyéniségének megfelelően élje meg a gyászt, és alakítsa ki a jövőjét. Mert mindenki, ha beleszól, aki ebbe beleszól, az akár elismer, akár nem önző módon szólal bele. Szilvási József, nagyon szépen köszönjük az őszinte és mélyről jövő szavakat és gondolatokat, Szigeti tanár úrnak a szakértést. Elköszönünk Önöktől, a Vallás és Kultúra című műsort látták. Isten áldja Önöket, viszontlátásra!